A szerelem az, amikor a másik ember boldogsága fontosabb a sajátodnál, és cserében nem vársz el semmit. Két lélek, egy gondolat. Két szív, egy dobbanás. A szerelem beteljesülése pedig a házasság. Ez indított el titeket arra az elhatározásra, hogy közös útra lépve megajándékozzátok egymást önmagatokkal, és házasságot kössetek. Szeretettel köszöntelek titeket, Kovács Zsenész vagyok, okleveles szertartásvezető. Mindig is elbűvölt az esküvők világa, a házas pár csillogó szempárja a nagy napon. Szertartás vezetőként elmondhatatlan érzés a ceremónia közben látni a boldog tekinteteket, mialatt hallgatják a gondolataim, melyeket az ő történetük ébresztett fel bennem. Mosolyt a boldog emlékeik felidézésekor, könnyeket a szülők köszöntésekor, nevetést az emlékezetes pillanataikra gondolva, és a kezek szoros összekulcsolását, amikor a jövőjükbe tekintünk. Gondoskodok róla, hogy érzéseik a vendégeik szíveihez is eljusson. Ezek a pillanatok örökre lenyomatot hagynak a szívünkben. Ha röviden kellene megfogalmaznom a munkámat, akkor azt mondanám, összeadom a jegyes párokat. De ez ennél mégis sokkal többet jelent a számomra, mert nem csak az a 30-40 perc köt egy-egy párhoz, ameddig tart a ceremónia. A tökéletes esküvői szertartás személyes és érzelmes, egyedi, mint a szerelem. A közös történetek beszédbe csomagolása az én igazi hivatásom. Szenvedéllyel tervezek meg minden szertartást, esketéseimre maximális átéléssel készülök. Hiszek a személyes találkozás erejében. Amikor egy jegyes pár felkeres engem, szeretném megismerni őket, egyeztetünk egy időpontot és találkozunk. Az első találkozás előtt érdemes átgondolniuk, milyen jellegű szertartást éreznek magukénak, mit és mennyit szeretnének megosztani szerelmükről. Mialatt történetüket nekem mesélik, ők maguk is újra átélik, ahogyan megismerkedtek a lánykérést és minden jelentős eseményt a kapcsolatukban. Hiszen ezért vagyunk mi, szertartás vezetők, hogy a párok olyan szimbolikus szertartás keretében fogadhassanak örök hűséget egymásnak, melyet igazán magukénak éreznek, amely minden elemében őket tükrözi. Ezt követően megbeszéljük, hogyan szeretnék a szertartás különböző elemeit. A szülőköszöntést, a fogadalomtételt, a zenéket és minden más apró mozzanatot. Szívesen segítek megtervezni a szertartás koreográfiáját, a helyszín elrendezését, a zenei összeállítást, számíthattok rám a fogadalomtétel megírásában, vagy egy rendhagyó ceremónia megszervezésében is. Ha ezt a néhány mondatot hallgatva nektek is eljutottam a szívetekig, keressetek bizalommal, tegyétek le tollamba szerelmetek történetét, váltsuk valóra együtt az általatok megálmodott szertartást.